Sziasztok, ez itt a Cool Generáció, amelyben olyan 30 év alatti fiatalokkal beszélgetünk, akik kortársaikhoz képest is maradandót alkottak saját területükön. Mai vendégemet Szana szélszedik szerte világon, a diszkók, a kiadók, az előadók, hiszen az ő foglalkozása nem más, mint DJ, ráadásul nagyon híres DJ. Mai vendégem Jay Lumen. Szia, Jay! Hello, sziaszt. No, hát azt olvastam rólad, hogy már kiskorodban is szívesen a saját képetre alakítottad a klasszikus műveket. Hogy történt ez, hogy kell elképzelni ezt? Ez gyakorlatban ez nem egészen úgy nézett ki, hogy akkor én most elmentem, és akkor egész máshogy játszottam el, de tény, hogy ugye zenei általánosban jártam, és sok énekversenyen vettem részt, meg sok ilyen darabbal kerültem kapcsolatban, egy rövid ideig hegedültem is, és mindig az zavart, hogy most miért pont ugyanúgy kell ezt nekem előadni, vagy elénekelni, vagy akármit csinálni ezzel a darabbal, mint ahogy azt megírták annól. Tehát akkor is bele szerettem volna nyúlni egy picit, ott valahogy belevariálni, más dallamenetet beletenni. Ez már kezdetektől így volt. Ki volt az, aki inspirált téged? Hát sok mindenki. Érdekes, hogy én nagyon sokféle zenét hallgatok, nem csak elektronikus zenét, tehát komoly zenét is sokat hallgatok, főleg filmzenéket, ugye a nagy klasszikusokat, John Williams, most nem ilyenekre gondolok, mint Haydn, vagy Beethoven, vagy akárki, ilyeneket, mint John Williams, vagy nem híres zeneszerző, ugye az Indiana Jones-ból, vagy Star Wars-ból ismerjük a műveit, vagy nagyon, hát nagyon sok helyről, vagy elszíveszi a komoly zenéjek közül, és hát szintetizátorszerű zenéből is, ugye Jean-Michel Jarre, Vangelis, vagy akár Michael Fiddot említhetném, aki ugye inkább gitártéren mozog, tehát nagyon sok mindenki inspirált. Meg hát abszolút ugye berobbant az elektronikus zene, és az egyből lekötött, tehát onnantól kezdve azt mondta, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. És milyenek voltak az első próbálkozások? Tehát, hogy még megvannak ezek a felvételek, vissza tudod hallgatni, illetve hogyha igen, akkor milyen hatással van rád? Visszatudom, mert csillva fakadok persze, tehát a mondjuk azért hát körülbelül igen, tehát nyilván mai füllel borzalmas, az ember mindig fejlődik, de szerintem ez 20 év múlva is így lesz, ha visszahallgatom a mostaniakat, tehát az a jó, hogyha mindig fejlődik az ember magához képest szerintem. Jó, nyilván ahhoz képest, ahogy elkezdtem, nem volt nehéz fejlődni, tehát mondjuk akkor nagyon, nagyon gyerekcipőben járt ez a dolog nálam is, tehát nem tudtam vele komoly produktumot létrehozni. Mondjuk azért ezzel nem értek annyira egyet, mert szóval, hogy nem tudom, szerinted Chopin röhögne a saját művein, hogy de rossz. Tehát egy pár száz évet végigért, gondolsz, hogy... De, hát, ő biztos, mert nyilván magára máshogy néz az ember, tehát egy külső fül, de sokszor van az, hogy mit tenni, akik hallgatják a zenémet, jönnek a visszajelzések, fú, nagyon jó, mondjuk egy 2-3 évvel ezelőtti zene, imádjuk, stb. Nyilván később csapódik le, mint nálam. Nekem meg már nagyon nem tetszik, tegyük fel. Tehát az ember önmagával szemben sokkal kritikusabb szerintem. Ők hibákat lát benne? Akár igen. Uh-huh. Persze. Vagy nem érzem elég időtállónak, vagy akármi, tehát bármi. Ki volt az, aki felfigyelt rád, vagy úgy gondoltad? Addig nem küldtem semmit, amíg nem éreztem azt, hogy ez jó. Tehát félkész dolgokat sosem küldtem senkinek, ez a mai napig így van, tehát ha mondjuk felkérnek egy remixre, vagy bármire, vagy egy saját dalt kér egy kiadó, és azt mondja, hogy leteszem az előleget, írjál nekem egy maxi lemezt, akkor sem küldöm el mondjuk 50%-os vagy 80%-os verzióban a dal, csak ha 100%-ig úgy érzem, hogy készen van. Ez előtte is így volt. Ez azért tartom magam, mert ha én úgy érzem, hogy valami még nincs kész, akkor nyilvánvalóan más is úgy fogja érezni, hogy az nem tökéletes. Uh-huh. Úgyhogy először magam felé kell azt mondom, hogy ne, ez kész. És épp ezért nem is küldtem el másnak előtte sem. Jó, mondjuk ez a szakmai része, de mondjuk nyilván voltak, illetve vannak barátaid, uh-huh. Édesanyád, unokatesód, kutyád, macskád. Tehát, hogy így először kinek mutattad meg, hogy nézd, ezt csináltam? Hát barátoknak nyilván, tehát barátok voltak az elsők, uh-huh. akik ezt hallották, persze. Mi volt a legkülönlegesebb hely vagy produkció, amit előadtál nagy közönség előtt? Nem is inkább produkció, helyszínekben idézőjel be szerencsém van, mert bővelkedem, mert nagyon jó helyekre el tudok jutni, lekapogom tényleg. Tehát, például India vagy Dubája, a legutóbb Dubája volt, előtte pedig India, ami tényleg különleges helyszín, kevesen jutnak el oda, még azt mondom, nyaralni is talán. Kevesen jutnak el, vagy nem feltétlenül jut eszükbe, hogy most akkor Indiában megyek nyaralni, mert egy nagyon szélsőséges országról beszélünk. Hogy más nem mondja, például én is kim voltam, tényleg nagyon jó az atmoszférája, nagyon érdekes, tényleg érdekesek az emberek, de nagyon nagy szakadékok vannak. Én is mondjuk, hogyha ott voltam a szállodában, ahol laktam, az egy öcsillagos szálloda, de ahogy kiléptem és elmentem 10 métert, már emberek fektelenek a földön, tehát óriási a kontraszt. Ugyanakkor nagyon jó feljövőben van a klubéle, tehát nagyon érdekes, teljesen más kultúra az egész, abszolút a... Nálunk a klubélet az olyan, hogy
ezek az úgynevezett Bollywood DJ-k a legnagyobb sztárok, akik ugye az indiai filmiparnak a zenét játsszák a bulikban, a diszkókban, és azok a legnagyobb diszkók. És most kezd feltörekvő piacként működni az elektronikus zenei piac, ezért egy abszolút jó időben van az, aki ott akar bármit is kezdeni DJ-ként, elektronikus zenei DJ-ként, és én is így kerültem ki. Tehát nagyon érdekes. Ebből a szempontból kicsit így a zenei járnak ott, ahol mondjuk mi 15 éve. Tehát nagyon érdekes. És akkor például kimentél, akkor megismertek téged? A közönség? Ez nagyon meglepő volt. Ez vagy? Meglepő volt, mert például Indiában nagyon. Tehát szerintem nyilván az helyi promóterek nagyon jó promóciós munkát végeztek, ennek is köszönhető, tehát nem vagyok olyan neki, hogy azt mondjam, hogy fú, annyira ismertek, hogy nem erről van szó, hanem tényleg jó munkát végeztek, de az nagyon meglepett, hogy a reptéren, ahol kiszálltam, nyilván oda is eljutottak a poszterek, plakátok, stb. Ott, amikor odaadtam a szemét, még mielőtt elvette volna az úriember, megismert, hogy fú, magának lesz itt bulia. És ezért az nagyon meglepő volt. Tehát ott azért azt mondtam, hogy azt a mindenit. Megérezted, milyen Brad Pitt életed? Hát azért azt talán nem, de igen, tehát meglepő volt, és nagyon jó érzés volt. Hát később ez a buliban is beigazolódott, mert óriási buli volt. És mi most a következő lépcsőfok a te életedben? Mit szeretnél elérni? Hát nyilván egyre jobb zenéket szeretnék írni, és egyre több helyre eljutni velük. Tehát nyilván vannak mindig ilyen, azt mondom, hogy lépésekben haladok, mindig vannak olyan kiadók, akikhez szeretnék eljutni a zenékkel, ahol szeretnék megjelenni, mert nagyon jó promóció vagy, mert nagyon szeretem az adott kiadót. Ez az elsődleges cél. Meg nyilván minél több helyre eljutni, fellépni, egyre inkább külföldön, persze. Tehát nyilván itthon is nagyon szeretek játszani, de a külföld az egy nagyon fontos cél. A legközelebb például most megyek Szentpétervára, Oroszországba, ami tulajdonképpen Oroszország Velencéje, tehát egy nagyon-nagyon szép környék, aztán majd tervekben van egy brazil turné, egy kéthetes brazil turné, ami azért megint csak nem rossz. Inkább ilyen rövid távú tervek.